Hölgyeim és uraim, ugye tudják és ismerik, hogy vannak bizonyos filmes szállóigék, amik bekerültek egyszer a köztudatba, és hogy vannak. A nemzetközi helyzet fokozódik, ezt tudjuk, hogy honnan van, azt is, hogy hagymát hagymával fogok enni ezentúl. De van még egy jó pár, de most csak egyet mondok, hogy az oroszok már a spájzban vannak. Na most hát az oroszok nem a spájzban vannak, hanem hát legalább egy orosz, Grisa, itt van köztünk, Csénémet Lajos, vele fogok ma este beszélgetni. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Hát azzal kezdem, utazzunk vissza messzire az időbe, hogy egy időben a magyar filmekben te voltál az ügyeletes rossz fiú, mindig meg kellett javulnod. Emlékszem az Égre nyíló ablakra, az volt talán a leges-legelső filmfőszereped, de amit majdnem minden, a Pesti háztetők, igen, ahol valahol az Andrássy úton voltak a külső felvételek, és a Molnár Tiborral te ott éles szitukba a háztetőkön járkáltál. Én egy icipicit javítanék csak rajta, hogy nem a rossz fiú voltam, főképpen nem én voltam a rossz fiú, csak követtem el bizonyos rosszaságokat. Rossz társaságba keveredtél, de a történet végére megjavultál. Én visszakeveredtem mindig. Úgyhogy ez az ígéretes filmes, nem tudom, hogy ezek a filmhősök haltak ki. Van, nem tudom, te jobban tudod, van egy pont a filmszerepeidben, nem a színházban, mert a szerencsérnek ilyen hosszú a listája, és én élénken emlékszem, amit láttam még kamaszkoromban, a Pillantás a hídról, ahol Pécsi Sándor Tolnai Klári mellett játszottad a fiatal bevándorló fiú főszerepét, de a filmszerepeid, nem a televízió, mondom, a játékfilm szerepeid elapadtak egyszer csak. Igen. Hát az úgy valószínűleg úgy történhetett, hogy amikor én kezdtem a pályát, az említett Pillantással, meg a hasonló egyéb jelentős szerepekkel, mert más szerepek is voltak, csak most nem akarom bele untatni a közönséget, akkoriban én a fiatal, úgynevezett fiatal hős szerepeit játszottam, szerelmes szerepeket, Shakespeare szerepeket, és így kerültem én a filmhez is, mint ifjú hős. Az említett Égre nyíló ablakkal és a Pesti háztetőkkel és így tovább. Annak idején volt én nekem, pont arról, amiről beszéltél, hogy egyszer csak úgy a váltásnál, amikor nekem már váltanom kellett, akkor kerültem én ki, valahogy a filmgyártásból, pedig nagyon szerettem, és hála Istennek pont azt az utolsó generációt még én elkaptam, magyarul sokat dolgoztam azokkal, akik még a régi filmgyártásból jöttek, Hegyi Barna például, vagy most a film kapcsán Keleti Mártonnal, de aztán valahogy új irányzat jött a filmgyártásban, elkezdődtek a rendezői filmek, úgynevezett rendezői filmek, akik maguk írták a forgatókönyvet, az ő alakjukra formálták a főhős, stb. Én nem lettem egyik filmrendezőnek se az alter egója, így aztán megmaradtam tévéjátékoknál és egyéb más. Rengeteget szinkronizálsz. Én most úgy utána néztem, és az a lista is elképesztő hosszú. Igen, eléggé megy ez a dolog is, mert ahogy hullámzik ez az egész mi pályánk, úgy hullámzunk mi is vele ide-oda. Ülünk otthon este, és akkor hallom a hangodat minden második este legalább valamilyen amerikai, vagy nem, csak amerikai filmet játszanak, és szereplője van, ugye ezt most ne beszéljünk erről, de egy szappanoperának ezt azért említsük meg. Kiejtettük már Keleti Márton nevét. Milyen volt vele együtt dolgozni? Milyen emléked van erről a forgatásról konkrétan? No. Ezt is el fogom mondani, csak előtte szeretnék egy icipici kis összefoglalót arról, amit már az előbb érintettem, hogy én egy alkalommal, amikor életemben először átléptem a küszöbét a filmgyárnak, a Gyarmat utcán mentem be. Mert ezt úgy hívták akkor a Gyarmat utca. Hát az oldalbejárat és a Gyarmat utcai a Róna Lumumba utca keresztezés. Emlékszem rá, középiskolás voltam, és szereplőket kerestek egy karinti filmhez. A Tanár úr kérem? A Tanár úr kéremhez. És akkor ott mentem én először be a filmbe, és ott csináltam helyzetgyakorlatot, de nem kerültem be a filmbe, mert valószínűleg nem voltam elég vásott, vagy valami hasonló. Persze a karantinában voltak ilyen jó tanuló fiúk is voltak, na az se voltam ezek szerint, de minden esetre ott volt az én első találkozásom. Az adott olyan lökést, de annyira megtetszett ez a világ? Nekem tetszett a film, csak a mi film élményeink, ugye, ha szabad így mondani, a mi kultuszfilmjeink, az a Körhinta volt a Sós Imrével, a 2x2 néha jött a Zente Ferenccel, egy Pikoló világos a Bicskei Tiborral, Rutka Évával. Ezek voltak a mi kultuszfilmjeink, igen, és akkor a külföldiek közül a Gerard Filip, és a Jean Gabin, és a Yves Montand, és a többiek. Hát szóval ez tartozik hozzá. Na most a film, hát ugye elkezdtem, az előzőből akarom összefoglalni, hogy volt néhány filmem, és azt én így fogalmaztam meg. Volt az Égre nyíló ablak, amikor nagyon poétikus cím. Igen, amikor kinyílt nekem az ablak az ég felé. Egészen addig, hogy fölkerültem a pesti háztetőkre, és onnan néztem szét. Majd aztán volt még valami, de emlékszem arra, hogy egy Várkonyi Zoltán által rendezett film, amiben Páger Antal, stb. Szerepeltek, az volt az utolsó vacsora. Mondom, hát, és megettem az utolsó vacsorámat. És így szépen lassacskán kimúlt a film, de aztán jött ez a tizedes, nevezetesen úgy, emlékszem rá, már nagyon régen volt, hogy a legenda szerint, tehát vannak ilyen városi legendák, nem biztos, hogy ez ilyen vígjátéknak indult, hanem ha jól emlékszem, olyasmi volt ez, hogy egy bizonyos évfordulóra készült volna egy ünnepi megemlékező film. És most én nekem itt van a táskámban a tizedes meg a többiek regény alakja, de megnéztem, 69-es kiadásos. Nem tudom, később, hogy most nem tudom, hát hogy a Dobozi úr nem dolgozta át a második regényt. Ha meg akarod mutatni a közönségnek kamerának, addig röviden elmondom, hogy valóban minden évben majdnem kellett csinálni április 4-ére egy felszabadulási emlékfilmet. Itt a tizedes meg a többiek. Magvető zsebkönyvtár, igen, és meg lett bízva a Dobozi Imre, aki egy eléggé nyársat nyert szociálíró volt. Elkészült a forgatókönyv, kiosztották Keleti Mártonra, aki arról volt legendás, ezt lehet, hogy te nem tudod, és közönség sem tudja, hogy ha egy forgatókönyvét visszautasították, ilyen is előfordult, kiszólt az asszisztensének, kint volt a folyosón, hogy Jóska, gyere be! Aktatáska, kinyitotta, és elővette egy új forgatókönyvet, ahogy annak rendje szerint mondjuk 6 példányba átütő papírra, ugye azt már nem lehet, igen lehet tudni micsoda, legépelve, és szétosztotta a dramaturgiai tanácsnak, és mondta, jó napot. Na most ez a film zöld utat kapott, de ez valóban egy ilyen komolykodó, háborús történet volt belőle, de akkor jött a Szász Péter, akivel te együtt dolgoztál, aki egy nem csak filmrendező volt, itt konzultásként van a főcímen a neve, egy zseniális ötletmester. És többen esküsznek rá, cáfolt vagy igazolt, hogy ezt a mondatot, meg sok ilyen mondatot, hát a történetet is átdolgozták, sok ilyen mondatot, hogy az oroszok már a spájzban vannak, ezt a Szász Péter találta ki és írta bele a forgatókönyvbe. Amikor Dobozi meg volt sértődve, amikor megnézte a filmet, de amikor a nézőszám után a nívódíjat osztották a kasszánál, akkor már büszke volt és vállalta, hogy ő írta, hogy a film főszínén is rakta. Hadd mondjam el, hogy ez a bizonyos legenda, amit említettem, arról szólt, hogy eredetileg állítólag a kisregényben, ami most már nem, most már Grisha van benne, hogy ez állítólag egy hölgy volt, egy híradós lány. Aha. Mint hogy a Vígszínház színpadi változatában is hölgy színésznő játszotta ezt a szerepet. És gondolom, hogy amikor ez kiderült, hogy ott öltöztetnek, meg átöltöznek, igen, meg visszaöltöznek, hogy valakinek szemet szúrhatott, hogy nem lehet egy lányal, egy híradós lányal ott öltözködni, meg nem tudom, tudod, amikor ott rohangálnak, igen, egyik a másik, igen, után. És akkor mintha így hallottam volna, hogy a Marci bácsi kiadta a segédrendezőnek, hogy keressen a főiskoláról, és engem javasolt. Hát akkor már végeztél, akkor már végeztem, akkor már végeztem, az 65-ben már, akkor már, ez 65-ben készült a film, akkor már, igen, akkor már itt voltam, de a Marci bácsival előtte én nem dolgoztam, valamilyen oknál fogva nem ismert, vagy nem tudom mi. Pedig volt. Ő minden évben legalább egy filmet megcsinált. Ne, hajjaj, nem is egyet. Mai kifejezéssel egy munkaalkoholista volt. Szerintem igen, nem is egyet. Notabene utána, amikor a következő filmet csinálta a Csillonparkot, akkor engem már szerepet osztott rám, csak hát sajnos ott, ott meg éppen... Ezt mondjuk el a közönségnek, hogy olyan munkaalkoholista volt, hogy a Csillonparkot már az asszisztense, a Mészáros Gyula fejezte be. De mert hogy... Meghalt, egy Erkel-színházi hangversenyen rosszul lett, igen. Még a taxiba... Igen. Egyenesen a kórházba került, és igen, másnap már nem ért, úgyhogy így fejeződött be a film. A film is, meg az én filmkarrierem is. De említetted, hogy a Víg Színházban volt egy színpadi változat, abban te nem játszottál. Nem. No, ezt akartam elmondani csak, és akkor így lett Grisha. És hadd mondjak még el valamit, ami igazán fontos, hogy egy olyan társaságban csöppentem, amilyen társaságban nagyon kevesen csöppennek, és nehéz. Ez ma már egy égi színtársulat. És mindenkinek azt kívánom a színészeknek, a kezdő és a gyakorló színészeknek, hogy ilyen társaságba kerüljenek, csak hát hol van ma már egy ilyen társaság? Biztos megvan, csak az már nem az én társaság. És ilyen filmek nincsenek. Igen. Amikor... Nem sorolom a neveket, mert aki jó, ott szerepel, mindjárt jön a főszín. Egyet megemlítenék, az imént hoztam egy DVD-t is, mert hogy megjelent DVD-n, A tizedes meg a többiek, és itt lehet olvasni, de nem csak itt, hanem sajnos egy újságban olvastam, hogy Morel Mihály, a vágó, 101 éves korában halt meg. Mi akkor Misi bácsinak hívtuk már, és szép fehér haja volt, amikor még ezt a filmet csináltuk. 40-valahány évvel ezelőtt. Úgyhogy még sokáig most is kortársak. Múlt hétfőn egyébként megemlékeztünk róla, éppen akkor érkezett meg a halálhír. Szóval egy égi színtársulat, egyedül a főszereplők közül, rajtad kívül tudtom, ma csak Szabó Gyula van. Meg Gyémesi Pálma. Ja, Gyémesi Pálma, igen. Ja, hát ő mondjuk mellékszereplő, ilyen mélyre nem hatoltam a Fülöpzsigának is volt. Igen, Fülöpzsiga is van. Szóval, de nem vagyunk már sokan, sajnos. És a Iglódi István, aki FH, már ő sincs az élők sorában, aki fiatalabb. És olyan színészek játszak egynapos epizód szerepet, mint a Gobbi Hilda, az Agárdi Gábor, a Szendrő Józsi bácsi, Raksányi kutyu, stb. Ilyen színészek játszottak. Ez, ilyen topon volt akkor a magyar film, hát ez akkor készült, a szegény legények, a gyerekbetegségek, és még hosszan lehetne sorolni majd a film után. Sort kerítünk erre, sajnos mondtad, hogy nem tudod megvárni a vetítés végét, el kell menned, mert dolgozol, szinkronizálsz. Megyek, mert vágják a filmet, de még szeretnék valamit mondani. Azon kívül, hogy nagy tisztelettel vagyok az egész társulat iránt, akik a filmben játszanak, név szerint és külön-külön, de a Sinkovics Imrére külön szépen meg szeretnék emlékezni, mert szintén hoztam valami meglepetést. Hát lássuk. Egyre több dolog kerül elő ebből a bűvös táskából. Ez csak nem a forgatókönyv. Nem, a forgatókönyvem az megvan otthon, de ez, amit a kezemben tartok, ez kérlek szépen 6 forgatókönyv, nevezetesen az a címe, hogy Folytassa tizedes. TV-sorozat. 6 TV-sorozat, 40 oldalasok a forgatókönyvek. Hát ezek olyan félórás. Félórás, amiből össze akartak vágni egy játékfilmet. Tehát CV-be ment volna, és de nem ennyire kész volt. Az Imruska belement már, elfogadta, ez ősszel történt a megbeszélés. És meghalt. És szegényke elment. Akkor ez, ha jól emlékszem, akkor tavasszal kezdtük volna. 2001-ben akkor kezdtük volna a forgatást, és ez egy olyan fajta folytatása lett volna, akkoriban voltak divatosak, ez úgy volt. Igen, hát ami nagyon szép lenyomata lett volna az úgynevezett rendszerváltásnak, mert nagyon érdekes módon találkoznak újra a szereplők, akik a filmen játszottak bizonyos szituációban. De hát ez most nem készült el, és hát lehet, hogy nem is baj, mert így megmarad ennek a nimbusza. Megmarad a legenda. És így talán még tovább is fog élni. Mindig tanul az ember, erről bevallom őszintén nem tudtam. Igen. Arról tudtam, hogy András Ferenc akarta folytatni a Veri az ördög a feleségét, de erről nem. Igen. Igen. Úgyhogy azt hiszem, nincs más hátra, mint hogy most átadjuk a helyünket a filmnek. Megköszönöm, hogy eljöttél. Én örülök a legjobban. Közénk, és további sikeres éveket kívánok, és egy-két nagypapa szerepet játékfilmben. 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 Nagyon szépen köszönöm. Jó szórakozást, barátaim. Köszönöm szépen.